először is egy bemutatkozást kérnék, utána pedig azt, hogy miben is áll az IBOLT-nak a működése. Erről tudnál nekünk beszélni. Szia, köszönöm szépen, én Takács Tímá vagyok, az IBOLT képviseletében jöttem. Az IBOLT, mint innovatív élelmiszerbolt, az Agrártudományi Centrum színház épületében foglal helyet, és funkcionális élelmiszerek fejlesztésével foglalkozik a bolt mögötti kutatócsoport, illetve az eredményekből született termékek itt kapnak helyet. Ezek szerint saját termékeitek is vannak? Így van, vannak a boltban a saját kutatócsoportunk által fejlesztett termékek, illetve más kutatócsoportok, más agrártudományi egyetemen dolgozó csoportok fejlesztései, eredményei is, illetve olyan termékek is forgalomba kerülnek nálunk, amelyek a bolt elképzeléseiben helyet foglalnak. Innováció kifejezetten az egészséges életvitele kapcsolatos kritériumokat foglalja magát? Így van. Funkcionális élelmiszerek kaphatóak elsősorban a boltban, amelyek ugye azt segítik elő, hogy az egészségünket megőrizhessük, a szervezetünk védekező képességét fokozhassuk vagy erősíthessük. Ez az egy üzlet van még, ami az agráron található, viszont vannak olyan termékek, amik már nem csak itt az IBOLT-ban, hanem más debreceni kisebb boltban is megtalálhatóak és beszerezhetőek. Azt szeretném megkérdezni, milyen rendezvényeken vesz részt az IBOLT, tehát ami az egészséges életvitel tematikáját teleli magába, illetve hogy milyen termékeket hoztok ide, és hát hogy valamilyen programmal készültek ezeken a rendezvényeken. Hál' Istennek azt mondhatjuk, hogy egyre több rendezvényre hívnak már bennünket, szinte már fix helyünk van a Mihály Napi Vásárban itt Debrecenben, ami minden évben kétszer kerül megrendezésre, illetve a Debreceni Agrártudományi Centrum által szervezett Farmer Expo-n is már évek óta képviselteti magát, illetve az egyetemet a bolt. Számos más ilyen egyetemi vagy városi rendezésen, egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvényen is megfordulunk. Mekkora keresettség van a termékeitekre, akár ott helyben és a többi üzletben, ahol megtaláltak ezek a termékek? Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb igény van ezekre a termékekre, illetve a bolt termékeire. Egyre többen ismernek már minket. Én több mint egy éve vagyok kapcsolatban az egyetem révén a bolttal, és szerencsére azt mondhatjuk el, hogy fejlődünk mind igényben, mind kínálatban. Ugyanúgy keresnek titeket, tehát a fiatal korosztályból is? Hál' Istennek, igen, próbáljuk mi is szélesíteni a kínálatunkat fiatalok igényeihez is. Minden korosztályt próbálunk megcélozni, és hál' Istennek pozitív a fogadtatás, illetve a visszajelzés. Ki tudnál emelni néhány terméket, ami vagy az innovatív szempont révén olyan kiemelhetőbb, vagy nem tudom, hangsúlyosabb, vagy pedig amire nagyobb keresettség van? Vannak igen ilyen termékek, nagyon az innovációhoz kapcsolódóan például a pop cirok, patogatott ciroknak. Ezt meg én is. Igen, a ciroknak a magját patogtatva, nasolni valóként, vagy reggelire joghurtba tejbe keverve kiváló jó tápértékű gabonának mondhatunk. És ez egy nagyon nagy kedvenc, ezzel mindenhol sikert aratunk. Aztán nagyon szeretik a gluténmentes élelmiszereink mellett, a popcirok mellett a lepcsánkát, ami viszont nem egy egyetemi fejlesztés, de a mi gluténmentes lisztünket használják hozzá, illetve nagyon finomak a házi fagyiaink, amelyek tartósítószer és adalékanyagmentesen készülnek. Azt hiszem, hogy ezek a legnagyobb kedvencek, ha élelmiszerekről beszélünk, de persze ott vannak az étrend kiegészítőink is, ugye a szelén, nanoszelén tartalmú kiegészítők, és ezek is, hál' Istennek, egyre nagy számban fogynak. Egy ilyen szubjektívebb kérdésre tudnál esetleg válaszolni, hogy érzed, hogy a fiatal korosztály ma mennyire fordít nagy hangsúlyt az egészséges táplálkozásra, egészséges életvitelre? Ha magamból indulok ki, akkor azt mondhatom, hogy szerintem egyre inkább igény van erre most már a fiatalok körében is. Lehet, hogy elsősorban ugye a szüleik hatására érdeklődik több fiatal is afelé, hogy egészségesebben vagy helyesebben táplálkozzon, és hál' Isten, hogy ezt ugye a boltban is érezhetjük, rengeteg fiatal diák látogat el hozzánk és vásárolnak mind nap. Ennek az innovációs kutatócsoportnak a fejlesztései,
visszajelzések alapján is történnek, hogy mire van esetleg igény, vagy hogy milyen problémát látnak sürgetőnek, amire megoldást kell találni. Így van, amikor ugye egy termékfejlesztésbe belekezdünk, akkor mindenképp nekünk egy irányt ad az, hogy milyen visszaigazolásokat, visszajelzéseket, vagy milyen problémákkal állunk szemben. Ez mindenképp segítség nekünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.